Pécs 2100-ban. Hogyan fog az elmúlt évtizedek fejlődése tovább változni? Karlovet Zoltán, Ybl-díjas építész, Pécs volt főépítésze mutatja be a település polgármesterével, Péterfi Attilával közös vízióját a 80 évvel későbbi városképről. Hisznek benne, hogy 2100-ra Pécs Magyarország legszebb és legélhetőbb területévé válik. Az előadásom címe a Pécs 2100. Ez egy 80 év múlva esedékes évszám körülbelül, és ez egy polgármester és egy építész víziója Pécs jövőjéről. Azért adtam ezt a címet, mert a regnáló polgármesterünk Péterfi Attila és én magam is nagyon elfogultak vagyunk a városunk iránt, és hiszünk abban, hogy ez a város, ami Magyarország véleményem szerint legszebb városa, ez 2100-ra talán a legélhetőbb és a legjobb magyarországi város lesz. Most ezek nagy szavak természetesen, de én szeretem az ilyeneket. Amiről szeretnék beszélni, ez egy térkép, egy katonai térkép 1941-ből. 1941 az nagyjából 80 évvel ezelőtt volt, és azért is választottam ezt a címet az előadásomnak, hogy nézzük meg, hogy mi lehet 80 év múlva. Egy kicsit gondolkodjunk azokon a dolgokon el, hogy ami az elmúlt évtizedekben történt, ez a fejlődés, ez a változás, ez hogyan fog a városunkban tovább, illetve az életünkben tovább változni. Itt lehet látni, hogy a, nem tudom mennyire ismerik Pécset, ez itt a pécsi belváros, ami itt van. És itt van egy olyan érdekes terület, ami a pécsi vízvölgye ez. És ez a pécsi vízvölgye az, ami most jelenleg egy nagyon ilyen kétes helyzetben lévő terület, és ezzel a pécsi vízvölgyével jó lenne, hogyha történne valami az elkövetkezendő időszakban. Mi történhet? Az előbbi az 1941-es térkép volt, ez pedig a mai állapotot mutatja. Itt körülbelül azt tudom mutatni, hogy ez itt a pécsi belváros, ez a rész. Itt van a pécsi víznek a nyomvonal ezen a részen, és ez az a pécsi vízvölgy, ami elválasztja most a Pécsnek a déli részétől az északi területet. Ez a mostani épületállományunk, ami az egész városra kiterjedő. Hogyha ezt összehasonlítjuk a régi épületekkel, akkor lehet látni, hogy elég rendesen beépült, körülbelül háromszorosára nőtt 40 óta, 41 óta a beépítettsége annak a területnek. Ezen a területen azokat a területeket jelöltem, ami körülbelül olyan a 40-es évek után alakultak ki, és nagyon intenzíven fejlődtek. Úgy csoportosítanám a mondani valómat, hogy lenne néhány fő téma. Ezeket én itt elmondanám a pécsi vízvölgyének és környezetének a fejlesztésére vonatkozó ilyen víziók, a pécsi vasút, ketté szeli a várost, annak a jövőjével kapcsolatosan szeretnék mondani egy-két dolgot. A hatos útnak, ami áthalad a városon, annak a lehetőségével, annak az áthelyezési lehetőségével. Úgy írtam föl, hogy a hatos út kitoloncolása a belvárosból, a pécsi szilíciumvölgyről és a pécsi hőerőmű által épített salakdomboknak a jövőjéről szeretnék néhány dolgot mondani. Ezek olyan pontok, amik mindegyik önmaguk megérnének egy előadást. Itt megpróbálom ezt egy ilyen általános, ismertetősképpen így elmondani önöknek. Ezek összefüggenek, ezek a dolgok, és hogyha ezeket így szépen sorra veszük, akkor a végén lehet, hogy kialakulhat egy olyan szemlélet, vagy egy olyan vélemény, hogy is lehet a városnak a jövőjét tovább vinni 2100-ig. Ami
Nagyon érdekes, hogy van itt egy csomó olyan dolog a városban, ami biztos, hogy nem fog tudni megvalósulni. Például nosztalgiával gondolunk a pécsi vasútra, a villamos vasútra, ami a belvárosban, a kis utcákon végmentek, és mindenki azt gondolja, hogy ezek a vasutak esetleg visszaépíthetőek lesznek. Hát elég sok tanulmány készült arról, hogy ezt a vasutat, ezt egyáltalán meg lehet-e csinálni. Ezeket nem lehet, ezeket a vasúti romantikus vagy nosztalgikus dolgokat visszaállítani. A 80-as években készült ez az alagút, ami a városnak az északi városfala mellett megy el, és itt lehet látni, hogy ezek az oszlopok, amik itt vannak, ezek úgy készültek, hogy majdan, sőt a maga az alagút is, hogy a troli elférjen ezeken a területeken, ezeken az utcákon. Na most ez a troli, ez nem fog megvalósulni, és ezek az oszlopok azért ilyen vastagok, hogy a trolinak a felső vezetékét tudják tartani. Tehát már akkor is volt egy olyan elképzelés, hogy hogyan lehet tovább menni. Én azt gondolom, hogy ezekre most már nem lesz szükség. Az alagútnak a másik felén már sokkal vékonyabb oszlopok készültek, és most abban az időszakban, amikor ilyen elektromos járművekkel közlekedünk, azt látjuk, hogy ezekre valószínű nem is lesz szükség. Én ennek az elektromos jármű kérdésnek nem vagyok olyan nagyon a rajongója, nagyon sok emberrel nem értünk egyet. Én sokkal inkább azt remélem, hogy a jövőben inkább az ilyen hidrogén hajtású járművek veszik át itt az uralmat. Na de hát ez az én véleményem. Pécs elhelyezkedése, itt lefotóztam egy ilyen makettet, úgy néz ki, hogy van itt a mecsekünk, aminek nagyjából van egy ilyen nyugat irányban egy ilyen vonulata, és a Pécsnek a fele körülbelül felmászik itt a hegyes részére, itt van a pécsi víznek a völgye, ez a legmélyebb pont, megpróbálom kicsit ezt így mutatni, és ettől délfelé pedig szintén van egy lankásabb emelkedő, ami a pécsi déli terület, ez Harkány, illetve Siklós irányában emelkedik. Ha ennek megmutatom nagyjából a magassági értékeit, lehet látni, hogy a sötét zöld az a terület, ahol mély fekvésű a terület, ott ilyen 100-150 méter közötti szinten vagyunk, balti felett, és ott lehet látni a mecseknek a barnással jelölt területeit, amelyik magasabbak már. Tehát a völgy az a város közepén húzódik, és a város közepén lévő völgyben folyik a mi kis folyónk, amit úgy hívnak, hogy pécsi víz. Most ez a pécsi víz, ez nem igazi folyó, ez csak egy patak. Ez a patak, ez valahol itt ered, és itt végigmegy a városon, és ezt délről, mivel hogy itt ez a déli terület, amit itt mutatok, ez egy ilyen észak felé lejtő terület, ezt a patokat ez az Árpádi árok táplálja. És itt, ahol a két patak találkozik, ettől nyugati irányba egy egészen jó kis vízfolyás alakul ki, és ez az a terület, amiről ugye szeretnék beszélni, hogy ez a, ami itt van, ez a pécsi vízvölgye, ez, ami körülbelül 350-360 hektár. Tehát ez elképesztően nagy. Csak annyit itt érdekességképpen, hogy a München az egyik legélhetőbb városa Európának, ott az Englischer Garten az 375 hektár. Tehát egy ekkora területről beszélünk, így most talán mindenki érzékel, hogy ez milyen fontos a Pécs jövője szempontjából, hogy ezt a területet, ezt alaposan átgondolva építsük, vagy ne építsük, tehát hogy hogyan használjuk a következőkben. Egy pillanatra visszamegyek még. Van nekünk itt egy ilyen tetje városrészünk, hát azon a részen, és valószínűleg sokan hallottak már arról, hogy ott a tetje városrészben a 17.-18. században kialakultak azok az ilyen bőrműves, szíjártó ilyen üzemek, amikhez a tetje patakja szolgáltatta a vizet.
Most egy ilyen volt, ami egy ilyen műhely volt, egy ilyen üzem volt az, amelyik a pécsi bőrgyár volt. A pécsi bőrgyár az ott kezdte szintén a Tetyepataknál, aztán később nagyobb vízigényre volt szüksége, ezért leköltözött oda a pécsi víz mellé. Ez a pécsi víz területe, bocsánat, ami itt van, ez ekkor kezdődött el iparosodni. Ez azért nagyon fontos, mert akkor az még a városnak a széle volt, a déli széle. És amikor elkezdődött ott a pécsi víz mentén a különböző üzemeknek a települése, akkor az gyakorlatilag egy természetes gátat szabott a városnak a délfelé terjeszkedésének. Észak felé nem tud terjeszkedni, ott van a Mecsek, kelet felé, nyugat felé elég hosszan elnyúlik amúgy is a város. A nagyon kellemes és kedvező lehetőség az lehetett volna a délfelé terjeszkedés. Ezen a térképen az látszik, hogy a város közigazgatási területén belül ott van az a 350 vagy 360 hektár terület sárgában jelölve, amitől északra 70 ezer ember, és délre szintén 70 ezer ember él. Ez a 350 hektár terület, ez részben szlömös, részben ilyen barna mezős, részben kihasználatlan, van benne zöld terület és mindenféle ilyen olyan dolog, amelyik nem odavaló lenne. Ott lehet látni két ilyen szürkébb vonallal, itt, illetve itt, ami a két felüljárót jelenti. Ezen a hosszúkás területen, ezen két felüljáró köt össze az észak és a déli városrészt. Most ezen a két felüljáron bonyolódik le több tízezer autós forgalom, ami ezt a kettészakítottságot még jobban erősíti, ezeken a felüljárókon, ezeken elég nagy torlódás szokott lenni. Tehát a cél az lenne, hogy a belvárost, amit ott jelöltem, ezt valamilyen irányban, vagy valamilyen módon a déli irányban ki tudjuk terjeszteni, és hogyha ezt ki tudjuk terjeszteni ezt a belváros déli irányban, akkor tulajdonképpen ezt a 350 hektár területet ezt be tudnánk kapcsolni a város életébe. Ezen a 350 hektáron ezen lehetne egy városligetet létrehozni, egy zöld területet létrehozni, és ami a legnagyobb kincsünk, a pécsi víz, ezt valahogy kitalálni, hogy hogyan is legyen ennek a jövője. Hogyha ez meg tudna valósulni, ez a két piros nyíl azt jelenti, hogy akkor a két városrész egy ligeten keresztül csatlakozhatna egymáshoz. Ez volt az első momentum, amire azt tudom mondani, hogy elindította azt a változást a város életében, aminek utána nem lett szinte vége a mai napig, és ezt a ketté szakítottságot, ez pedig egy erőteljesebben kezdte. Ez az első pécsi bőrgyárnak a régi fényképe, ez az, ami leköltözött a Tetyepataktól ide a pécsi víz mellé, hiszen nagyon sok vízre van szükség itt a bőrgyár működéséhez. Megépült a vasút mellett, egy pillanatra még visszamennék, ott talán ott hátul látszik, hogy az ott a Mecsek, ez a régi város, ami itt van, ott van a vasút, és a vasúttól délre pedig épült meg ez a bőrgyári terület. Most a vasút az 1857-ben jelent meg a városban, és ez a vasút, ez a Mohács felé vette az irányt, és ez a városi terjeszkedés, ezt a városi terjeszkedést ezt ismét szintén akadályozta. Megépült hozzá az indóház, megépült azon a területen az 1900-as évek elején, az indóház és a belváros között egy indóház utca, azt most Szabadság utcának hívják, egy olyan Schlauch villatelep, amit a Schlauch Imre tervezett, és ez tulajdonképpen mint egy ilyen sugárút kötötte össze az indóházat a várossal. Ez ilyen jelképes dolog is egyben, mert a vasút volt az, ami először csak Mohácsig volt kiépítve, aztán utána Budapest felé is ki volt építve, tehát ez kötötte gyakorlatilag össze a városunkat a nagyvilággal.
Ez az a sugárút, az, ami itt van, ezen a részen itt lent. És az 1900-as évek elején egy nagyon komoly ilyen városfejlesztés indult el a városban. 1907-ben ez például a Pécsi Országos Kiállításnak a régi ilyen rajzolt látképe, ahol ilyen gyönyörű épületek épültek, sajnos ezekből egy sem maradt meg, ezeket ott mind lebontották. Az 1900-as évek elején már szükség volt a vasúton, illetve a Pécsi vízen túli, attól délre fekvő területeknek egy hasznosítására, és egy Kőszegi Gyula nevű építészünk megtervezte ennek a régi kertvárosnak a terveit, ami azután valósulhatott meg, hogy az 1910-20-as években lecsapolták azokat a vizeket, amik itt a Pécsi víz környezetében ilyen mocsáként jelentek meg. Ezt most ismét visszahoztam, megmutatom, hogy miről van szó. Itt volt a Pécsi víznek a szabályozása, előtte ez az egész egy nagy mocsaras terület volt, és itt, ahol lehet látni, ez elkezdődött a tisztviselői lakótelepnek az építése. Ezt egy darabig Horthy telepnek is nevezték. Ez egy 1959-es légi felvétel. Itt lehet látni a városnak azt a területét, ahol már megépült a tisztviselői lakótelep, és ezen a területen később, itt ettől délre megépült az a panel rengeteg, amit valamikor Wolf kertvárosnak hívtunk. Ez most már Lviv. Tehát ugye a szovjet-magyar barátság miatt lett ez így. És ezek a panelok épültek oda. Amikor ezek a panelek elindultak, ezeknek a paneleknek az építése a kertvárosban, akkor véglegesen elszigetelődött az a déli városrész, az északi városrésztől, és el kellett kezdeni építeni egy felüljárót, ami az első a Siklósi úti felüljáró volt, és utána épült egy második felüljáró is, amelyik a Tüzér utcai felüljáró, amit mutattam ott az előző képeken. Most azt lehet látni, hogy a városnak ez a területe, ami itt van, ez a területe teljesen ketté szakítja a várost. Itt még annyit akartam mondani, bocsánat, hogy itt van a város központjában a vasútállomás, és a vasút ketté vágja szintén a várost, ahol is olyan megoldások lennének lehetségesek, hogy a vasutat fölemeljük lábakra, ezt valószínűleg többen ismerik ezt a fényképet, ez itt a Rákóczi híd alatt, amikor átmegy a forgalom, illetve a Rákóczi hídra fölmegy a forgalom. 4-5 méter magasan vannak a szerkezetek, ott 4-5 méter magasan vannak a hangátlófalak, tulajdonképpen egy óriási éket ver ez a vasút a városnak a közepére. Itt olyan a vasúti űrszelvény. Milyen megoldások lennének lehetségesek? Olyan megoldások lennének lehetségesek, hogy ezeken a részeken, ahol látszik itt a vasútnak a nyomvonala, fölemeljük a vasutat, mondjuk úgy, ahogy azon az előzőképpen láttuk. Igen ám, csak hogyha ez megtörténik, akkor egy olyan optikai és építészeti és városépítészeti ég kerül be a város tényleg közepére, ami egyáltalán nem lenne kívánatos. Másik megoldás, hogy a vasutat lesülyeztjük valamilyen szintre, mondjuk egy körülbelül annyira, hogy egy ilyen nyitott vasbeton árokban fusson a vasút, igen ám, csak akkor az árok, az végmész szintén a városon, egyrészt nagyon magas a talajvíz, másrészt a közműveket is elkaszálná, harmadrészt pedig ott vannak azok a talajvíz folyások a föld alatt, amik biztos, hogy ebben a műtárgyban megakadnának. Harmadik dolog az, hogy egyszerűen a vasutat süllyesszük le olyan mélyre, ami egy két vágányos vasutat, ami alatt és fölött el tud folyni a víz, a közműveket nem zavarja. Ez abszolút alkalmas lenne, mert a vasút
ha vízszintesen befutna a városunknak a közepére, akkor az azt jelenti, hogy pontosan a városnak az ilyen topográfiáját, ha nézzük, a természetes terepszintet nem kellene egyáltalán megváltoztatni. Tehát, hogyha ezt a vasutat, ami itt ilyen magentával van jelölve, ezt föld alá tudnánk helyezni, ez körülbelül 7,5-8 km hosszú vasút, akkor megszűnne az egyik ilyen ég, ami miatt ez a felüljáró már nem lenne szükséges, hogy működjön mind a kettő. A másik, hogy amikor a városunkban még megépült itt a hatos útnak az átvezető szakasza, az itt a belvárosnak ezen a, egy pillanat, ezen a részén fut végig. Ennek semmi keresnivalója a városban ma már. Ez a vasú, ez a közút, a hatos közút, ez egy négysávos út, amelyiken elég komoly forgalom halad át Szigetvár felé. Ennek a kiiktatását nem lehet teljes mértékben elhatározni, viszont ezt a vasutat, vagy ezt a közutat át tudjuk helyezni ott, ahol van ez a piros nyomvonal. Ez a piros nyomvonal, ez már évtizedek óta egyébként a szabályozási terve megjelent, de ez a szabályozási tervi jel, ez csak egy ilyen nagyjáboli vasútvonalat, vagy egy útvonalat jelölt ki. A jelenlegi szabályozás az konkrétan ez a régi hatos út és az új hatos útnak a viszonya. Tehát a sárga vonal az, ami ketté vágja a várost. A piros pedig az, amelyik egy új helyen létesülhetne meg. Ez olyan szinten lett megtervezve, ez az új hatos útnak a nyomvonala, hogy a bonyolult csomópontoknál is figyelemmel voltak a tervezők arra, hogy akár azonos szinten, akár külön szinten is megvalósulhasson ez a csomópont például. A város elhatározta ennek a fejlesztését, és ez beleilleszkedik abba a koncepcióba, hogy a Pécsi vízvölgyének, Dévényi Sándor szerint a Pécsi völgyet, és ez nagyon találó ez a kifejezés, mert nem csak a víznek a közvetlen közelében lévő területeket, hanem az egész területet értelmezi ez alatt. Tehát ez az áthelyezendő út, ez teljesen lehetőséget adna arra, hogy ettől a sárgával jelölt vonaltól északra a 350 hektáros terület, ez meg tudjon újulni. Ez egy 70-es években készült fotó a József Attila utcáról. Ez a mostani hatos útnak a nyomvonala. A József Attila utcában két sávban közlekedtek akkoriban az autók, és lehet látni, hogy ilyen szép gesztenyefasor szegélyezte ezt az utat. Ez a belvárosban van ez az út. Ez most így néz ki. Tehát senki nem gondolná, hogy ez lenne a városnak a jövője, hogy kell ez nekünk, nem kell. Sokkal inkább talán valami ilyesmivel kellene gondolkodni. A hatos út az nagyjából egy ilyen réteg vonalon fut végig a városon, ebből az útból bizony lehetne csinálni egy rendes városi utat, kerékpárúttal, zöld felületekkel, egyebekkel. Hasonló az a 70-es évekbeni fényképhez. Visszatérve, a Pécsi belváros, itt van, ez lenne az új hatos út nyomvonala, egy pillanat, ez a méton, és itt van az a bizonyos vasút, ami reményeim szerint, mit tudom én, egy pár év múlva, 10 év múlva már a föld alatt lesz. Az fog történni, hogy akkor így a belvárosnak a déli terjeszkedése megoldható lenne, és hogyha ez az új hatos út megvalósul, akkor ez hasonlóan a Szerémi úthoz, amikor a Szerémi út megépült, akkor mindenki tudja, hogy ott egy elég komoly fejlesztés indult el, feltárhatná ez a hatos út ennek a területnek a közvetlen környezetét, és ezen a környezetben elindulhatna egy fejlesztés. Na most ez milyen fejlesztés legyen? Ez olyan fejlesztés legyen, hogy mindenek előtt a Pécsi víznek a dolgait kell szem előtt tartani, és csak úgy lehet bármit is csinálni, hogy az a Pécsi Városliget, ami ide elférne, és nagyon szerencsés lenne, mert a város közepén egy nagy park az mindenkinek jó lenne, az megmaradhasson.
Ennek a területnek a feltárására az építészmesteregylet, mesteriskola több tervpályázatot, életpályázati anyagot csinált. Ez a, amit most mutatok, ez a Dobay János és a Kundi Vánék által készített tervanyag. Ők úgy képzelték el ezt a Városliget dolgot, hogy ilyen pontszerűen telepítik ide a házakat, amik között elég nagy zöld felületek lesznek, és a tulajdonképpen ez az ilyen szilíciumvölgy jellegű ügy, ez ide elférne, ami egy nagy zöld környezetbe valósulhatna meg. Ez azért nagyon szerencsés lenne, ez a pécsi ilyen ipari negyed átalakítása egy ilyen egészen más jellegű tevékenységé, mert Pécset kiváló informatikus képzés van. Tehát, hogyha itt egy megtelepedne az IT, akkor én azt mondom, hogy azok a dolgozók, akik itt végeznék a munkájukat, azok ezt a területet teljes mértékben belakhatnák. Pécs az ugye híres volt a szénbányájáról, illetve az uránbányájáról, egyik sincs. Most jelenleg teljesen új utakat kell keresnünk, és én azt gondolom, hogy nagyon nagy szerencse, hogy Pécsre nem kerültek autógyárak, mert az autógyárakban dolgozó több tízezer ember, azokhoz képest valószínű egy ilyen IT szint egy magasabb életminőséget jelentene az itt lakóknak, és egyébként Pécsnek nincs is olyan területe, hova autógyárat lehet építeni. Ezt a másik munkát Dévényi Tamás és Perényi Margit csinálta. Ők egy kicsit máshogy képzelték ezt az egészet, a Pécsi Víz völgyének ezt a területét. Ők úgy képzelték, hogy a vasútállomás alatt egy nagyobb zöld területet hoznának létre, és itt az új hatos út mellett ide képzelték el azokat az irodaházakat, amik a Pécsi Víznek a partján jelennének meg. Ez pedig Jettó Tamás és Nagy Ivánnak a terve. Ők egészen bátran hozzányúltak ennek a területnek a lehetőségeihez. Itt az alsó részen lehet látni egy olyan keresztmetszetet, hogy hogy is néz ki valójában ez a terület. És ott, ahol a Pécsi Víz legmélyebben van, ott természetesen a lehető legnagyobb vízfelületet hozták létre. Ezzel természetesen vigyázni kell, mert az előbb mondtam ugye, hogy a 10-20-as évek környéken lecsapolták ennek a víznek az ilyen mocsaras területeit, hogyha ezt most visszaengedjük, ezt megemelkedik a vízszint, akkor a régi kertvárosnak a házai, azok víz alá kerülhetnek, vagy legalábbis a pincéi. Tehát ezt természetesen egy gondos tervezésnek kell megelőznie. És akkor, ami még itt fontos lenne tudni, hogy mi is történt még itt az elmúlt évtizedekben. Van itt egy pécsi hőerőmű, ami a pécsi, illetve a mecseki szenet használta a villamosenergia előállításához. Igen ám, de ennek a pécsi hőerőműnek rendkívül méretű salak, illetve pernye mellékterméke jött létre. Ezen a képen lehet látni azokat a dombokat, amik úgy néznek ki, mintha ilyen szép zöld területek lennének. Ezek, amik itt vannak. Itt van az erőmű egyébként. Az erőmű környékén ezeket lerakták. Ezek körülbelül 6-8-10 méter vastag ilyen zagykazetták, amiben most már ilyen cementszerű pernye, több millió köbméter pernye tárolódik. Ezeknek a rekultiválása megtörtént, bár ez a rekultiválás ez valójában nem gondolom, hogy igazi rekultiválás, mert nem régen fúrásokat végeztettünk itt a területen, és volt olyan rész, ahol csak 20 cm talaj került ezekre a pernye felső szintekre. És a 20 cm talajban hihetetlen módon élnek a növények. Most ezek, nem mondom, hogy ezek nagyon boldogok, de fölülről tényleg úgy néz ki, mintha ilyen zöld területek lennének.
Amit mutatnék, ez a Pécsi víz völgyében itt van ez a 3-as-4-es zagykazetta, ami arra a területre lett korábban lerakva, ami most ennek a megújuló területnek az egyik része lenne. Így néz ki. Tehát nyírfák vannak, akkor különböző bozótok vannak ott, úgyhogy nagyon, nagyon elképesztő, hogy ebbe az ilyen szürke anyagba, ami úgy néz ki, mint a cement, ezek a fák megélnek. Itt egy olyan fotókat mutatok, ahol lehet látni, ez a makáról készült ez a felvétel, ez a jobb alsó, ez egy hegy, és itt lehet látni a Székesegyháznak a főhomlokzatát, ez egy nyugati homlokzat, és ami itt hátul van, ez a régi erőműnek a pernyehányója, ez körülbelül 3-4 kilométerrel vagy 5 kilométerrel van hátrébb a Székesegyházhoz képest. Elképesztő, hogy mekkora zagykazetták, illetve mekkora csalakdombok alakultak ki, amik most úgy nagyjából úgy tűnnek, mintha nem lennének ott, pedig ott vannak. Ez azért nagyon fontos tudni erről a dologról, mert ennek a hasznosítása nagyon egyszerű és nagyon klassz lehetne. Egyrészt visszakapnánk nem tudom hány millió köbméter anyagot, amit cementgyártáshoz, illetve útépítéshez és egyéb másokhoz is lehetne használni. Másrészt viszont területeket nyernénk, harmadrészt ezek a zagykazettában lévő anyagok, ezek egyéb más helyeken is felhasználhatóak lennének. Így néz ki madártávlából a 3-as-4-es kazetta, ez fölülről úgy látszik, mintha egy ilyen szép zöld terület lenne. Metszedben pedig lehet látni, hogy ilyen 6 és 8 és 10 méter vastagságban vannak ezek nagyjából, több hektár területen, ez konkrétan ez 40 hektár területen van a 3-as-4-es kazetta, ami ennek a 350 hektáros területnek, amiről beszélek, része. Itt van a nem tudom hányadik fúrás. A mostani fúrások ugyanazokat, illetve nagyon hasonló eredményeket hoztak, mint a korábbi fúrások, amik ilyen 15-20 évvel ezelőtt is megtörténtek. Mivel hogy ez a fekete kőszénnek a pernyéje tele van olyan ásványi anyagokkal, amelyek nagyon értékesek. Nehéz fémeket, illetve földfémeket tartalmaznak, olyan lehetőségek lennének ebben a felhasználásban, ami szerintem rentábilissá tenné ezeknek a salakdomboknak az eltakarítását. Itt azt mondja, 2021. 7. hó van ezen. Ez egy ilyen szürke por. És remélhetőleg, hogy a pécsi vízvölgye, hogyha megszabadul ezektől a nehézségektől, akkor majd egy ilyen képet fog mutatni, természetesen a távhővezetékek nélkül. Azért mondtam, hogy nagyon nehéz ezt így egy...